Kis Ottó, Ati és a Holdvilág. Hosszú, szürke szakálla volt Ármin bácsinak. Olyan szürke, mintha valamikor ezüst színű lett volna, de mára megkopott, és fénytelenné vált, akár egy 100 éves kanál, vagy egy olyan ajtókilincse, amelyen már sokszor járta kifelé és befelé. Ármin bácsi évek óta nem ment szinte sehová. Mióta egyedül élt, a délelőttöket a házban, a délutánokat pedig az udvaron vagy a garázsban töltötte. De ha eljött az este, mindig kiült a ház előtti padra. Eszegetett, pipázgatott, és néha felnézett az égre. Mit csinálsz itt, Ármin bácsi? Kérdezte tőle egyszer Ati, mert éppen arra járt. Eszegetek, pipázgatok, és néha felnézek az égre, felelte az öreg.